Párbajkész fénykardok Magyarországról a saberforce.hu-n. Link a leírásban. Az egyik legrosszabb dolog a világon, amikor péntek van és holnap is menned kell dolgozni. De a rinyálást félretéve nemrég érkezett egy ilyen kis nyilatkozat Liam Neeson-től, amit úgy gondoltam, hogy érdekes lehet körüljárni vagy megvizsgálni, ugyanis sokak készpénznek veszik azt, amit mondott, most, illetve már korábban is tett hasonló nyilatkozatokat, illetve magát a kérdést is szeretném egy kicsit körbejárni, hogy hogyan lehetne lehetséges, illetve lehetséges lenne-e. Ez a kérdés nem más, mint hogy felbukkanhat-e Qui-Gon Jinn Liam Neeson megformálásában, akár csak hangként, az Obi-Wan Kenobi sorozatban. Jelen helyzetben Liam Neeson azt nyilatkozta a comicbook.com-nak, hogy elvállalná a szerepet és szívesen visszatérne még a Star Wars világába, viszont csak a nagy képernyőn, mert a tévével kapcsolatban elég snob a hozzáállása. Na most ez alapjáraton is egy elég hülye megfogalmazás, sokan élcelődtek is azon, hogy valószínűleg jó nagy képernyős tévéje lehet Liam Neesonnek, hogy snobként áll a tévé képernyőkhöz, tehát egy elég furcsa megfogalmazást alkalmazott a színész ezzel kapcsolatban, de jelenleg úgy tűnik, hogy az ő állítása szerint úgy kellene ezt értelmezni, hogy az Obi-Wan Kenobi-ban nem fog szerepelni, tehát mostantól Liam Neeson nem a vérfarkas. Ugye ez egy korábbi mém a Pókember nincs hazaút forgatása idejéről, vagy megjelenése előtti időszakból, amikor is Andrew Garfieldot faggatták hónapokon keresztül arról, hogy benne lesz a Pókember nincs hazaútban, és mindig ilyen szöveggel jött, szinte már sértődötten védte saját magát, hogy nem lesz benne a filmben, és ezt a vérfarkasos játékot emlegette fel, ahol az a feladat, hogy X játékos közül egy valaki a vérfarkas, és mindenkinek az a feladata, hogy meggyőzze a többi arról, hogy nem ők a vérfarkas, miközben egy valaki ugye tényleg az, és ő pedig próbálja hitegetni magára, hogy nem én vagyok a vérfarkas, miközben, ahogy kiderült, de rohadtul ő volt a vérfarkas. I'm not the werewolf. I promise you I am not the werewolf. And everyone's like, you're the werewolf, you're the fucking werewolf, look at him, it's like he's doing... Ezúttal reméljük, hogy Liam Neeson fog majd bebizonyosodni vérfarkasnak, ahogyan egyébként Ewan McGregor is nagyon sokáig tagadta a sorozatnak a puszta létezését is, nagyon sokáig titkolóznia kellett ezzel kapcsolatban, hogy készül egy Obi-Wan Kenobi, eredetileg, ha lehet hinni a pletykáknak, film, végül végérvényesen élőszereplő sorozat, amiben ő is visszatérhet majd. Azonban kérdezhetitek, hogy Qui-Gon hogyan lehetne benne a Kenobi sorozatban, és erre két megoldás lehetséges. Egyrészt, ami szerintem kisebb esély van, vagy ennek a kisebb a valószínűsége, az, hogy visszaemlékezés tekintetében. Egy ideje már érkeznek olyan pletykák az Obi-Wan sorozat kapcsán, hogy visszaemlékezések is részét fogják képezni a történetnek, ami szerintem, ha már ezt a véderes vonalat követik, amennyire látszik, inkább Anakin és Obi-Wan közös múltjával kapcsolatosak kellenének legyenek szerintem, viszont ennek a közös útnak a legelején, gyakorlatilag az első lépéseinél Qui-Gon is kulcsfontosságú szerepet játszott, így ha csak egy akár cameo jellegű visszaemlékezésben felbukkanhat, szerintem abban lenne ráció, vagy van rá esély. Habár a történet szempontjából igazán fontos és jelentőségteljes felbukkanása az lenne, hogyha erőszellemként jelenne meg, vagy legalább hangként. Ugye a Klónok háborúja 6. évadában, amikor Yoda ellátogatott a Dagobára, ő beszélt Qui-Gonnal, és megkérdezte tőle, hogy képes-e fizikai formában is megjelenni, ám erre Qui-Gon azt válaszolta, hogy még nem fejeztem be a kiképzésemet. Ugye az erőszellemeknek így a szabályrendszere nem igazán van még a mai napig sem kidolgozva, hogy ők pontosan mit tudnak csinálni, mit kell ahhoz megtennie valakinek, hogy erőszellemmé válhasson, mert oké, láttuk Yodának a kiképzését, vagy legalábbis annak egy részét, de Anakin semmilyen kiképzést nem kapott, mégis meg tudott jelenni erőszellemként a Jedi visszatér végén. Tehát itt vannak ilyen ellentmondások, amik a mai napig nem lettek tisztázva, ahogy az sem, hogy mikor jelenhetnek meg ezek a szellemek, vagy mikor lépnek kapcsolatba az élőkkel. Általában leginkább akkor, amikor a történetnek szüksége van arra, hogy beszálljanak a buliba, viszont kulcsfontosságú harcokban sosem vesznek részt, mert nyilvánvalóan az a hőseink cselekedeteiből venne el, hogy túlságosan megkönnyíteni az ő dolgukat. Szóval a Klónok háborúja idején Qui-Gon még csak hangként volt képes
az élőkkel kommunikálni. Habár Mortison egyébként láthattuk fizikai formában is megjelenni, viszont az egy a kozmikus erővel nagyon erősen átszőtt bolygó, és ezért volt ott rá képes, a galaxis többi részén itt még erre nem. Viszont a Bizonyos szemszögből című novellás kötetben, ami habár kicsit furcsa viszonyban áll a kánonnal, hiszen bizonyos történetei meg egymásnak is kisebb mértékben ellentmondanak, ez a sztori semmivel nem mond ellent, és összességében azért kánonnak tekinthető ez a cucc. Van benne egy novella, ahol az Új remény eseményei alatt, amíg Luke elmegy a Lars családi házhoz, hogy ugye felfedezze Owen bácsi és Beru néni holttesteit, Qui-Gon felveszi a kapcsolatot Obi-Wannal, és itt már fizikai valójában is meg tud jelenni, és így beszél egykori tanítványával. Így egyértelműnek tűnik az, hogy a halál után is leírható egy ilyen tanulási folyamat, és hogyha nem is rendelkezik valaki csak a képességnek az alapjaival, akkor halála után is folytathatja ezt a kiképzését, és fejlesztheti magát, hogy egy idő után fizikailag is meg tudjon jelenni. Tehát ez egy olyan képesség, amit nem csak élete során sajátíthat el az ember, vagy legalábbis egy nagyon alaptudás elégséges ahhoz, hogy később ezt tovább tudja fejleszteni, még az élete vége után is. Így igazából csak az a kérdés, hogy Qui-Gon melyik szakaszában jár itt a kiképzésének, ugye a Sith-ek bosszúja után 10 évvel, amikor a Kenobi sorozat játszódni fog, hogy vajon itt képes-e már fizikailag megjelenni, vagy pedig csak hangformájában fog felbukkanni és beszélni Obi-Wannal. Nyilván az is kérdéses, hogy a rendező, illetve az egész stáb meg a story group lát-e rációt abban, hogy benne legyen ebben a sorozatban Qui-Gon, és hogy feltűnjön az ő karaktere. Szerintem nyilvánvaló, hogy lenne benne ráció, hiszen Yoda úgy engedte el Obi-Want a Tatooine-ra a Sith-ek bosszújában, hogy kényszerű remeteségedet kérlek tölts tanulással, mert Qui-Gon rájött annak a titkára, hogy hogyan tudja megőrizni a tudatát a halál után, és hogy felvette vele a kapcsolatot, így Obi-Wan Tatooine remeteségének egy nagyon nagy részét teszi ki az, hogy megpróbálja felvenni a kapcsolatot Qui-Gonnal, ami ugye később nyilvánvalóan a bizonyos szemszögből tudhatjuk, hogy sikerül is neki. Szóval tök jó lenne ezt valamilyen formában megjeleníteni, és nekem nagyon tetszene az, hogyha akár tényleges erőszellem formában fel is tűnne. Szóval logikus is lenne, a színésznek ez az erős tagadása is gyanúsá teszi a dolgot, így, habár ha csak a tényszerűséget és az elhangzott szót vesszük alapul, akkor nem kellene arra számítani, hogy Qui-Gon benne lesz az Obi-Wan Kenobi sorozatban, viszont hogyha a történetben rejlő lehetőségeket, a történetben rejlő kézenfekvőséget, illetve a korábbi sorozatos tagadásoknak a már-már gyanús létét nézzük, akkor azért szerintem van esély arra, hogy mégis benne legyen majd erőszellemként Qui-Gon az Obi-Wan Kenobi sorozatban, de természetesen erre nem kell számítani, mert hogyha konkrétan erre így ráfókuszáltok, hogy márpedig én ezt szeretném látni, nyilvánvalóan vágyni lehet dolgokra, csak ne gondoljátok túl a dolgot, és ne éljétek nagyon bele magatokat, mert akkor utána megjön a csalódás, és még hogyha jó is lesz a sorozat, csak mondjuk ez a dolog nem tetszik benne, akkor az be fogja árnyékolni az egészet, és ez sosem jó. Soha semmi elé nem szabad szerintem konkrét elvárásokkal leülni, mert akkor nagyon nagy lesz a csalódásnak az esélye, ezt mindig elmondom. Üljetek le, és szórakozzatok jól majd a Kenobi sorozaton, amennyiben erre méltó lesz, de bízunk benne, hogy ez így lesz, és hogyha Qui-Gon is benne lesz, akkor annak szerintem mindannyian örülni fogunk. De hogyha esetleg ezzel nem értetek egyet, akkor most is megtehetitek, hogy leírjátok a komment szekcióba, és írjátok is meg, hogy ti is szívesen látnátok-e Qui-Gont, vagy legalább hangformájában örülnétek neki, hogyha hozzászólna egy kicsit a dolgokhoz. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, a csatornatagság funkcióval különböző jutalmakért cserébe ezt is megtehetitek. Sziasztok, az erő legyen veletek! Jó srácok, a polkacsereg tök chilles, talán csatlakozhatátok, vagy valami.